jöttél, és nagyon sok dolog változott meg. Aztán hosszan sorolta a kisdiák, mi minden változott meg a Rákosi diktatúra idején az országban, és mi vezetett az 1956-os forradalomhoz. Ünnepi műsorral emlékeztet meg a hősökről és az áldozatokról fényes titkén hétfőn délután. A diákok után a kitüntető címek átadására került sor. Meglepetés volt Sesták Oszkár vármegyei közgyűlési elnök számára, hogy idén ő kapta a díszpolgári címet. Az önkormányzati vezető 30 éve tartó következetes és elkötelezett munkájáért vehette át az elismerést. Mindenféleképpen a hála az első az életútért is, a Jóistennek és a helyi közösségnek pedig azért, hogy kitüntetésre méltatott, igazán nem számítottam rá, nagyon jól esik persze az elismerés, valamelyest azért az életére is emlékezteti, vagy az életkorára is emlékezteti az ember. Bizonyos életkor után, hogyha nem hibázik az ember, vagy talán jót is tesz, akkor ez szinte elkerülhetetlen. Hát igyekszem ezzel a méltósággal viselkedni ez a kitüntetéshez, és megerőlkezett bizalomként tekinteni rá a helyi közösségnek, illetve a vármegye egész közösségéhez illetően, és igyekszem megszolgálni ezt a nagyon nemes és érdemes kitüntetést. Fényes Litka polgármestere azt mondta, a kitüntetettek életútja minta lehet mindenki számára. Ezek a fényesi kitüntetettek, ezek kicsi forradalmárok. Tehát a mai időszak forradalmárai, akik igenis igyekeztek harcolni, igyekeznek a hétköznapjai során harcolni, illetve harcoltak azokért az értékekért, amit meghirdetett annak idején, illetve célnak tűzött ki az 56-os forradalom, a szabadság szeretete, a félelemtől való menekülés, és ez csak úgy lehet, hogyha együtt tartozunk, ezen kívül odafigyelünk másokra. Tehát nem csak önmagunk életéért éljük a nap hétköznapjainkat, hanem a közösségért is. A hétfő esti ünnepségen további kitüntetéseket is átadtak Fényes Litkén.